Mi ez? Esőkabát! Na de mi az, hogy esőkabát? Gumikabát. Sárga kabát. Olyan, mint egy zsák. Gumiból van. Műanyagból. Ez egy nagy ruha. Tényleg? Szóval az esőkabát ruha. De miféle ruha az esőkabát? Talán a többi ruha alatt hordjuk, mint egy bugyit? Nem, ruha alatt kell felvenni. Másik ruhára kell rá. Igen, ívő hordjuk. Olyan, mint egy kabát. Tényleg, az esőkabát kabát. Világos, az esőkabát kabát. És a kabátot a többi ruhákra vesszük föl. És mikor veszünk fel kabátot? Amikor rossz az idő. Nem kell kabát a jó időben. Igen. Nem volt, hogy fel kell venni. Nem. Akkor kell, amikor nem jó az idő. Tehát a kabátot rossz időben vesszük fel. És mi a különbség az esőkabát és a többi kabát között? Akkor is esőkabátot veszünk föl, amikor például havazik? Nem. Amikor havazik, akkor nem jó az esőkabát. Van túl hideg van hozzá. Igen. Nem meleg. Csak esőben jó. Szóval akkor az esőkabát olyan kabát, amit csak esőben veszünk fel. De miért vesszük fel az esőkabátot esőben, ha nem azért, hogy melegítsen? Hogy ne ázzunk meg. Nem szeretek alázni. Az esőkabát megvéd az eső. Tényleg? Igen, esőkabát kell. Akkor nem fogunk megázni. Szóval az esőkabát megvéd az esőtől. Na de hogyan? Talán elkergeti az esőfelhőket a fejünk felől? Dehogy olyan is. Olyan van, hogy nem megy át rajta a víz. Igen. Lecsorog róla a víz. Vízálló. Szóval az esőkabátot azért hordjuk esőben, mert olyan anyagból van, ami nem ereszti át a vizet, így az eső lepereg róla. Szóval az esőkabát olyan kabát, amit esőben veszünk fel a többi ruhánkra. Az esőkabát megvéd minket az esőtől úgy, hogy vízlepergető anyagával nem ereszti át a vizet, így alatta esőben is szárazak maradhatunk. És ez nem minden. A tűzoltók is vízálló kabátot hordanak, hogy ne ázzanak el, miközben oltják a tüzet. Sőt, a tengerészek se csak esőben hordanak vízálló kabátot, hanem mindig, amikor a tengeren hajóznak. Az ő kabátjuk egy speciális esőkabát, úgy hívják viharkabát. És vannak más olyan ruhák is, amik segítenek, hogy ne ázzunk el? Esőn. Nem. Sígyek. Kezes láb. Gumicsizma. Ha van, még a pocsolyában is lehet beleugorni. Igen. Ezek szerint az esőkabát mellett sok más vízálló ruha segítheti, hogy ne ázzunk el. Például a sícseki vagy a gumicsizma. Bár az esernyő nem ruha, de jó, ha van nálunk, mikor elered az eső. Amúgy esőkabátot már nagyon régen is használtak a kínaiak. Ők bambuszból készítettek maguknak esőkabátot. A mai esőkabátok már műanyagból készülnek, amióta Charles McIntosh feltalálta a különböző vízálló anyagokból létrehozott szövetet, amiből megalkotta a modern esőkabátot. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is, mi az esőkabát? Az esőkabát ruha, azon belül is egy kabát, amit csak esőben veszünk fel, a többi ruhánk után. Az esőkabát megvéd minket az esőtől úgy, hogy vízlepergető anyagával nem ereszti át a vizet, így alatta esőben is szárazak maradhatunk. Mi ez? Esőkabát!